a verőfényes napsütötte, gumifüsttel teli napon, a Hung Expo A pavilon külső parkolójában, ahol a holnap elkezdődött 10 óra 10 perckor, és Tóth Attila amatőr versenyző a pályán. Amit tudni kell, hogy a tegnapi napon 6-7 órát gyakoroltak már a pilóták, az előző fehér lada még nem volt a pályán, mert nem tudott pénteken megjelenni. De hát ő is egyre jobb és jobb lesz. Páros órákban, profikat, páratlan órákban, amatőröket fogunk felengedni a pályára. Most pedig Szőke Ákos! Európai Premier, az V12, tehát még egyszer uraim, Mercedes V12-val, mégpedig egy C karosszériában az Ámon Olivér és Ámon Garástól a Markon Team versenyzője, tehát még soha nem láthattatok ilyen autót, mert egyetlen egy darab van belőle. Én is megpróbálom eltapni a mikrofon másik végén. Én is csatlakozom az előttem szóló Gőper Attilához. Hogy egy gyönyörű szép, gyakorlatilag. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt a Gymkhana pályán. Oh my God. És hát a pálya eléggé bonyolultnak látszik. Látszik a mozgási energia, hölgyek urak! Ámon Olivéréknek a tavaly óta pontosan látszott négy határ elkészült. Megnézzük rá, hogy tavaly Ámon Olivér alatt még egy gigantikus, a 140-es 600-as. Ezt úgy gondoltam, hogy a hajtászlánc az teljesen király. De minek akkor a pódét tolni vele? Itt a 600-as V12 felugrott a tél elejébe. Illetve hát azt kell mondjam, hogy a közepébe. Mert hogy annyira hátra van tolva, hogy van a forma. Hogy gyakorlatilag front középmotoros lett az autó. És az elejét, hogyha... Tűzs! Atya úristen! Libabőr kapitány, hölgyeim és uraim! 450 lóerő, turbó meg minden egyéb nélkül. 450! A C karosszériában! Igen, ez nagyon durva, ráadásul még vagy annyira hátra van tolva a motor benne, hogy az eleje gyakorlatilag egy ilyen 40 centi üres. Tehát, hogy fér el Olivér lába meg a pedálok, az... Még integetni is van ideje.
egyébként ez eléggé jó kép lett, úgyhogy ezt szépen össze fog állni. A főnöki autó, az a Boszkár. Az eszkortnak az eleje úgy tervez, mint a 90 éves dédnagymam, amikor állva vizel. Jatis először megy a pályán. Tehát úgy nézzék meg, kedves hölgyeim és uraim, hogy először van a pályán, tegnap nem volt a helyszínen, az autója még kész sem volt. Szerencsére nem változott semmit, pont ugyanolyan tökéletes és energikus, mint régen, az egyik legszebb hangú V85. Mindig van, hogy mindig van, hogy a tényeket.
expót ti magatok is megnézhetitek itt az A-pavilon mellett. Ami annyit jelent, hogy szabad bejárásotok van, ha meg akarjátok nézni a szervisz csapatok munkáit itt a háttérben, még az évekkel ellentétben most bejárható, megtekinthető, beszélgethettek a pilótákkal, és ha mondom, be akartok ülni, akkor A-pavilon 17-es start a driftiskola standján, megválthatjátok a jegyet, de akár oktatásra is beiratkozhattok. Egy kicsit közelebb mentünk az F1 filozófiától, mondjuk az Indy irányába, ahol ugye a világ talán legnagyobbnak volt az ott formula sportja, aki már ugye volt, mondjuk a német versenyen, meg mondjuk a Super Speedway-en, a hát gyakorlatilag leírhatatlan. Az Indy mégis egy nyitott, nagyon-nagyon jól megközelíthető, rajongó barátságban, hogyha gyakorlatilag elmegyünk egy idő utamra, akkor úgy járhatunk kellettünk, akár meg az Evo-ban is, mint ha mi lennénk az abszolút királyok. És konkrétan ez azt jelenti, hogy igen, még a boxba be is lehet menni, ott, ahol a szervis csapat éppen raskodik az autón. Két anyai tömege, 20 tankosok, megmutatta a cuccot. Hát most
A szélnél jóval könnyebb. Gyakorlatilag kihasználta a lehetőséget, hogy kocsival nevezett. Mekkora menő?